Kedves közönség, kedves gyerekek, kedves térzenehallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a gyönyörű Móra-halmi fürdő előtt. Kérem, engedjétek meg, hogy elmutassam, miért játszhatunk most itt önöknek, miért lehetünk itt, és milyen alkalom adtán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúrájáért felelős államtitkársága a komoly zene népszerűsítése érdekében egy országos programot kezdeményezett. A térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti településein rendszeresen szólaljon meg a klasszikus zene, így közösségi élményé válhasson. A térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásában éves szinten közel 2000 koncerten csendül fel a komoly zene. Kedves közönség, kedves gyerekek, hadd mutassam be a Quartetto együttes tagjait. Kálmán Gergely Ferenc hegedűnél, aki Kosztán Istvánnak a növendéke, Vittai Jenifi a Drácsánál, aki professzor Szecsőri Ferencnek a növendéke, és Ábrahám Máté, aki az Orosházi Zeneiskolának a művészságú tanára, jó magam pedig Benedetti Zoltán vagyok. Nem mondom el, hogy fázom, mert nem fázom. Nagyon jól esik itt a napon, de lehet, hogy majd beljebb fogok egy kicsit állni. Első műsorszámunként kérem, hallgassátok meg Mozarttól szimfóniát, egy Andante tétel. Mozart szülőházáról pár mondatban. Az elezerző apja Leopold Mozart is Augsburgban látta meg a napvilágot. 1719-ben, 1743-ban került az Augsburgba, amikor az érseki udvar zenekarának a hegedűse lett. Ezekben az években ismerkedett meg Anna Maria Walburg-Pertel, aki 1747. november 21-én vett feleségül. A Pert család javarész Salzburg vidékéről származott, de egyik ágyuk Kempsteinben és Bécsben telepedett le. A család tagjai javarész középosztálybeli foglalkozásokat űztek, sokan közülük kertészek voltak. A legtöbbre a zeneszerző anyja nagybátyja Nikolaus Wolfgang Pert vitte, aki elvégezte a Jogi Egyetemet és körzeti előjáró volt Birgenben. A Mozart házaspár az esküvő után egy gazdag kereskedő Lorenz Hagenauer házában talált otthonra. Hagenauer és Mozart családok szoros barátság tűzte egymáshoz. Gyermekeik együtt nőttek fel. Leopoldnak, Lorenz Hagenauernak volt a gazdasági és pénzügyi tanácsadója, aki később jelentősebb összegekkel segítette elő a Mozart család európai körútjait. A Mozart házaspárnak összesen 7 gyermeke született, közülük azonban csak ketten érték meg a felnőttkort. A zeneszerző valamint nővére. Hárman már kisgyermekkorukban elhunytak, kettő pedig nem sokkal éltett úgy 8. életéig. Wolfgang szüleinek 7. egyben utolsó gyermeke volt, amikor 1756. január 27-én megszületett, testvérei közül már csak 5 éves nővére Mária Anna Walburg volt életben. Wolfgangot másnap január 28-án keresztelték meg az Salzburgi dómban. Keresztelési anyakönyvben Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Gottlieb Mozart néven jegyezték be. Számos keresztény mindegyikének megvolt a maga jelentése. A Johannes Chrysostomus aranyszájú Szent János egyházatját idézte, akinek nevelnapja január 27-ére esett. A Wolfgang farkas nevet anyai nagyapja után kapta. A Gottlieb és a Theophilus ugyanannak a nevének német és görög változat, amelynek jelentése Isten kedveltje, vagy Isten kedvelő. Mozart ifjú korában szívesen használta a név olaszos Amadeo alapját, később pedig rendszeresen franciásan Amadeo-nak írta a nevét. Köztudatba átment latinos Amadeus névalapot, illetve első keresztnevét ő maga sohasem használta. A családja és a barátai is általában Wolfinak szólították. A kis Wolfitól játszom most nektek, Wolfgang Amadeus Mozartot, szimfóniát. Hallgassátok a Quartetto előadásába sok szeretettel.
közönség, kedves térzene hallgatók, most pedig Schumanntól a Trollmerájt hoztuk el önöknek, Ábrahám Máté cselló szólosta előadásában. Schumann a romantikus zene egyik legkiemelkedőbb és legnépszerűbb alakja, és az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő zenekritikus volt. Zongoraművek, szimfóniák, dalok alkotója. Művészi útjának tragédiájában abban állt, hogy életművének legkevésbé tervezett 10-12 éve zseniálisan sikerült és halhatatlan lett. Viszont élet férfi korának megalapozott, megtervezett, tudatos törekvése az új ideák, a drámai zene felé mindig csak törekvés maradt, és remek művekben nem teljesedett ki. Schumann Zwickauba született, családja 5. utolsó gyermekeként. Apja könyvkereskedő és könyvkiadó volt. Schumann emiatt fiatal korában jelentős irodalmi műveltségre tett szert. Sokat olvasott, barátainak felolvasásokat tartott, verseket, színdarabokat is írt. Az irodalmon kívül sok más is érdekelte. Filológia, zene, heraldika, nyelvek, latin, görög, francia és angol. Első zenei zongora órái Zwickauban kapta Gottfried Kunsz városi orgonistától. Zenei tehetsége mindinkább előre tört, saját művét 150. Zsoltárt vezényelte az iskolai zenekar élén. Megismerte Mozart, Rossini és mások operáit, Schubert darabjait. 1826-ban apja meghalt, 2 év múlva anya hatására joghallgató lett Lipcsében. Egyetemi órákra nem nagyon járt, inkább zenét írt, koncertekre járt. Zongorázni tanult Friedrich Wicknél, akinek lányával, Klárával kialakuló románca évekkel később házasságra vezetett. 1829-ben Heidelbergben folytatta tanulmányait, de inkább csak komponált. Paganini a híres hegedűművész hatására elhatározta, hogy zongora virtuóz lesz, ezért megsokszorozta a gyakorlást. Ez és állítólag egy új nyújtó szerkezet azonban tönkretette a kezét. Jobb kezének középső ujja megbénult. Ezután már csak komponista lehetett. Depressziós baleset, ami ezután időről időre visszatért nála élete során. Zeneelmélet órákat vett, Bachot és más zeneszerzőket tanulmányozott. Hát elég nehéz élete volt, de most elhoztuk önöknek Schumann Trumelláját, és ezt Ábrahám Máté fogja önöknek interpretálni. Hallgassák őt nagyon sok szeretettel.
közönség Antoni Dvořáktól hoztunk el két valcert, és Dvořák egy Prága melletti településen, Monarchiában, Mühlhausennel született, ahol élete legnagyobb részét töltötte. 11 évesen otthagyta az iskolát, hentes tanulónak állt, de később németet tanult Zlonicéban. Zenei érdeklődése azonban egyre inkább előtérbe került. Orgona és zongoraórákat vett. 1857-ben Prágában tanult egy egyházi orgonaiskolában, de hamar elsajátította a hegedülés tudományát is. Koncertekre járt, különösen Wagner és Schumann művei érdekelték. 1860-as években a Bohémiai Idéglenes Színház, a Prágai Nemzeti Színház elődje, zenekarában volt Brácsás, Bedrich Smetana vezénylése alatt. Anyagi gondok miatt tanításra adta a fejét, ami szinte minden szabadidejét felemésztette. Ezért 1871-ben zenekari pályafutását befejezte, és csak komponált. Szerelmes lett egyik tanítványába, aki azonban visszautasította. Bánatát a Ciprosok című dalciklusában fejezte ki. Rövid idő múlva korábbi szerelmének húgát, Anna Czermakovát vette feleségül. Hát kedves közönség, kedves mórahalmiak, csendéjék fel tehát, Dvořák két valcere.
jövőség, most pedig Tószellitől hoztunk önöknek egy szerenádot. A szerenád olaszul és spanyolul szerenáta szó magyarul éjjeli zenét jelent. Eleinte kedvelt vokális zenei forma, majd lassanként hangszeres formává alakult át. Haydn és Mozart szerenádjaiban többnyire fúvós hangszereket használnak. A szerenádokat legtöbbször szabadtéren alkalmazzák. Például a szerelmesek kedveskednek egymásnak, az iskolától búcsúzó diákok köszöntik volt tanáraikat. A szerenád műfaja ma már többnyire hangversenytermekbe került, és alkalmazkodik annak méreteihez. A szerenádok művészi formáiban a vonós hangszerek dominálnak. Rendszerint 4-6 tételből állnak, köztük egy menüettó, két lassabb és két indulószerű dalformából. Az újabb szerzők közül a legismertebbek: Csajkovszki, Dvorzsák, Fuss, Brahms és Elgár. Kedves közönség, tehát csendüljön fel Tószellő szerenádja.
Kedves közönség, kedves térzenehallgatók, most pedig csendüljön fel Leo de Lisle-től a virágduett. Hallgassák nagyon sok szeretettel a pártató előadásával. Kedves közönség, most pedig csendüljön fel Mozarttól ismét egy adagio, melynek címe Ave Verum Corpus. Hallgassák nagyon sok szeretettel!
Kedves közönség, kedves térzene hallgatók, elérkeztünk az utolsó műsorszámunkhoz, melyet Edvard Grieg zeneszerző komponált nekünk. Edvard Grieg valcerét fogjuk önöknek zárásképpen eljátszani. Grieg Bergenben 1843-ban született norvég zeneszerző és zongoraművész volt. Apja Alexander Grieg gazdas skót származású kereskedő, anyja Gesmin Judit zenész és költő egy jó nevű bergeni családból. 6 éves korában anyjától tanult zongorázni, ahogy előbe haladt tanulmányaiban, Mozart, Beethoven, Weber és Chopin műveket tanult. Már ekkor szeretett órákon át kísérletezni a zongorával. Grieg nem szerette az intézményes életet, az iskolába kerülve lázadozott és több szökési kísérlete is volt, az iskolába persze gúnyolták szeszélyessége és zenei próbálkozásai miatt. De a 15. születésnapján fordulat következett. Grieg családot meglátogatta Ole Bull az Észak-Paganinje, Norvégia büszkesége. Edvard játéka nagyon megtetszett Bullnak, így erősködött, hogy legyen a fiúból zenész, így szüleit meggyőzve a következő októberben Lipcsébe ment tanulni. Grieg később így nyilatkozik lipcsei tanulóéveiről. Olyan bután hagytam el ezt az iskolát, hogy oda beléptem. Grieg számára küldetése világos lett, zenéjében kifejezésre akarta jutatni Norvégia szellemét, de még sokáig utazott Európában. A kulturális élet számos vezetőivel találkozott, köztük Liszt Ferenccel és Ibsennel. Visszatérve Norvégiába, Krisztiániában telepedett le, nehezen talált munkát, 1866. október 15-én megszervezett egy történelmi eseménynek számító hangverseny, ahol csak norvég zene szerepel. Nordak néhány dala, Grieg néhány zongoradarabja és első negyedik szonátája. Hangverseny nagy sikert aratott, Grieg a norvég zene új csillaga lett. Kedves közönség, tehát csendüljék fel, Grieg valcere, nyugodtunk a Quartetto zenekar együttes, és el kell mondanom, hogy ha minden igaz, akkor szerdán is találkozhatnak velük, addig is további jó szórakozást kívánok és szép hétvégét. Thank you.
Köszönjük szépen, mi voltunk a Pártató Szegedről, további jó hétvégét, kellemes hétvégét kívánok!